Megölelheted Anita, megölelheted. Húha, mindenkinek kedvence. Mit veszel nekem? Sütgesztenyét. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Drágai hallgatóink, és ezúttal reméljük, hogy ismét nézőink, megint csak kijöttünk a stúdióból, hiszen immáron jó szokásunká vált, hogy hetente egyszer kiruccanunk, és ellátogatunk oda, ahol nagyon szívesen fogadnak bennünket. Most például eljöttünk wellnessezni Gödöllőre. Nem wellnessezni jöttünk, hangulatot alapozunk. Hogy hol vagyunk, az mindjárt kiderül. Hol vagyunk? Na hol vagyunk? Sziasztok! Jaj, örülök, hogy eljöttetek hozzánk Gödöllőre a karácsonyházba. Gyertek be, szeretném bemutatni nektek a kis mesebirodalmunkat. Idén, hogyha hozzánk érkeztek, akkor a Mikulás otthonába toppantok, és látjátok itt magatok mögött Mikulás feleségét, aki éppen tüsténkedik, sütit süt az urának, igen. Mesebeli fenyőfával, fenyőfán diótörő, szánkó, tehát minden olyan, azt gondoljuk, hogy megidézi azt a hangodat, amilyen a Mikulás valódi otthona lehet. De ahogy átjöttünk a Mikulás szobájából, ez is még egy kicsit az ő világát idézi ezekkel a manókkal, a levelekkel, illetve a táblákkal, ami nagyjából mutatják, hogy merre van a Manó Akadémia. Szánkomosó, vagy például nagyon sokkal kedvencét a pataszalon és agancspolírozó. Minden évben vannak különböző figurák, amik megjelennek újonnan a karácsonyi trendben. És nagyon fontos az, hogy a diótörők is, ugye még megszoktuk azokat a klasszikus, piros, zöld, arany diótörőket, van lilába, van rózsaszínbe, tehát hogyha egy kis lányos szobába egy rózsaszín diótörő illik, akkor most már arra is van lehetőség. Vannak trendszínek a karácsonyban is. Ezen a fán két olyan szín van, ami idén teljesen újdonságot jelent. Az egyik egy borostyán szín, illetve ezt a borostyánt idén a fehér mellett egy nagyon különleges ilyen paszteles kékkel, ők úgy hívják, hogy derengő hajnali kékkel párosítják. Tehát tulajdonképpen ez a fa maga egy mostani trendszínek ez bemutató fa. Szeretnénk nektek bemutatni hóemberünket, ő Gerzson. Nagyon sok gyermeket látok, aki ha erre sétál, így meglátja és átöleli. És ha meglátjátok, ez a sok nyomot vészre hajta, ez a sok ölelésnek a nyoma, és annyira cukika, hogy így átölelik Gerzson. Megölelheted, Anita, megölelheted. Ahogy látjátok, Endrén is, itt egyáltalán nem arról van szó, hogy a kisgyerekek kedvence, hanem a kisgyerekek, a felnőttek, a nyugdíjasok, és mindenkinek kedvence. Jó kislány voltál, úgyhogy meghívlak. Mit veszel nekem? Sütgesztenyét. De régen ettem sütgesztenyét. Kolom, kérünk szépen sütgesztenyét. Ez már az én nagyon jó. Jaj, de nagyon kedves, köszönjük szépen. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. De ez csak az enyém. Olyan, de magapunk gesztenyét. Köszönjük szépen. Nagyon finom sütgesztenye. Gyere, együk meg. Az is a gesztenyémet, az is. Sofi drága, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, hogy eljöttetek, és az az igazság, hogy roppant várnálak titeket vissza a jövőre is, amikor egy teljesen új karácsonyházat tudok nektek megmutatni, jó, teljesen új dekorációval. Jó. Nagyon köszönjük, hogy megmutattad a Mikulás házát, és nagyon jó volt már most életre egy kicsit a karácsony. Köszönöm szépen. Én még visszamegyek terepasztalozni. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.